Köszönöm szépen, és szeretettel üdvözlöm a kedves vendégeket, érdeklődőket, kollégákat a főiskoláról, és hát engedjék meg, hogy először egy személyes jellegű eseménnyel kezdjem az előadásomat, hogy Egerből eljussunk a Balkán-félszigetre. Az én apai nagyapám 1910-ben vonult be katonának az egri 60-as közös gyalogezredhez. Miután a várban megkapta kiképzését, a 60-as gyalogezred második zászlójához Boszniában, Zvornik városába helyezték. Az egrieknek ott volt egy zászlója, és ott töltötte le 3 éves katonai szolgálatát, vagy majdnem 3 éves katonai szolgálatát. Hát így nézett ki ez a boszniai város 1914 előtt, látszik ugye a mecset, illetve Hadzsi Mahmudnak a dzsámija, egy régi házzal együtt, ami talán nem csak ő, hanem más egri vagy heves megyei legények is ismerhettek 1914 előtt, vagy akár az első világháború idején. Hogy kerültek egriek Zvornikba, Boszniába? Talán ez is ki fog derülni majd az előadás végére. De mivel elég szerteágazó az egész kérdés, én úgy döntöttem, hogy egy bizonyos vezérfonalat emelek fel, mert ahogy az elmúlt alkalommal Pap József kollégám ugye a Szentszövetségi Európáról beszélt, és a Bécsi Kongresszustól 1848-ig terjedő időszakról, és azt hiszem, hogy ott a lengyel szabadságharc, a lengyel függetlenségi mozgalom volt egy kiemelkedő jelentőségű vonal. Úgy gondolom, hogy a Balkánon Szerbiának a nemzettudata, a szerb nemzeti érzés, illetve a Nagy Szerbia ideológia az, amely meghatározó erővel bírt mind a 19. században, mind pedig ugye 20. század elején egészen az első világháború kirobbanásáig, illetve akár a 20. század későbbi évtizedében is. Úgy gondolom, hogy erre a ideológiára, erre az eszmére fogom felfűzni most a Balkánon történt változásokat. Hát mi az a nagy szerb ideológia, mi az a nagy Szerbia fogalma? Hát ugye van Nagy Románia, van Nagy Románia eszméje is, van Nagy Magyarország eszméje is, Nagy Görögország eszméje is. Ugye ez tulajdonképpen mind azt a nemzeti érzést, törekvést akarja, amely szerint minden azonos nyelvet beszélő polgárt egy államban kell egyesíteni. Ugye erre törekedtek a görögök, később a románok, ugye ez a magyar nemzettudatnak is egy nagyon fontos része, és a Balkán félszigeten ez volt a szerbeknek a célja is több mint 100 éven keresztül, vagy akár több száz éven keresztül, így is mondhatjuk. Nagy szerb eszme, Nagy Szerbiának az eszméje egy középkori uralkodónak a hatalmából táplálkozik, ez IV. István Uros, vagy István Dusán, vagy Dusán István, akit már szerb cárnak neveztek, és az ő birodalom 1359-ben, tehát a török hódítás előtt ilyen hatalmas volt, legalábbis ezen a szerb térképen, és itt is elmondhatjuk azt, ami a magyar nemzettudatnak is egy kedvelt toposza volt, hogy Szerbiát is 3 tenger mosta a 14. század közepén, hogy az Égei tenger, a Jón tenger, meg az Adriai tenger. De a bolgárok is büszkék voltak erre a 3 tenger mosta középkori birodalmukra, ott a Fekete tenger, az Égei tenger és az Adriai tenger szerepelt ilyen szerepben, mint ugye nálunk sokáig első Lajos, Nagy Lajos uralkodása kapcsán, ami nem igaz, mert nem volt teljesen igaz ez a koncepció. Ez a nemzeti mitológiának egy része, minden esetre későbbi évszázadok során a szerbek arra törekedtek, hogy valamilyen módon helyreállítsák ezt a hatalmas területi országot, és tulajdonképpen a 20. századig ez mozgatta a szerb nemzeti törekvéseket. Ennek a 14. századi államnak a visszaállítása. Ugye utána az első Rigómezei, alias Koszovó poljai csata után szerbek török uralom alá kerültek több száz évre, és gyakorlatilag semmi lehetőség nem volt arra, hogy a török birodalom keretei között ezt az álmukat megvalósítsák, helyreállítsák a nemzeti függetlenségüket. A 18. század végén az európai felvilágosodás,
a liberalizmus és a nacionalizmus születése eljutott Szerbiába is. De előtte még talán érdemes beszélni Brankovics Györgyről, vagy Györgye Brankovicsról, aki erdélyi diplomata is volt, meg az erdélyi fejedelmek követe Isztambulban, és amikor 1683-ban döntő vereséget mértek a keresztény csapatok Bécsnél a törökökre, és elkezdődött Magyarországról a törökök kiűzése, illetve utána pedig a császár és a keresztény csapatok folytatták a törökök üldözését délfelé. Itt látszik, Észak-Szerbiában létrejött egy rövid életű szerb királyság Habsburg támogatása. Ez a Brankovics György volt az, aki nagyon szeretett volna ennek a kisebb államnak a uralkodója lenni, így is nevezte magát. Semmi köze nem volt a középkori Brankovics családhoz, ahogy ezt magáról terjesztette. Mindenesetre azért érdekes ez a személy és ez a korszak, mert 1683 és 1739 között úgy gondolták a szerbek, hogy osztrák vagy német segítséggel lehetséges lenne a törökök kiűzése és a szerb független államnak a helyreállítása. Ugye ez 1739-ben, amikor a Habsburgot elvesztették, észak-szerbiai meg észak-boszniai területeiket is, ez az állam meghiúsult egy időre. Ugye utána következik ez a bizonyos felvilágosodás és nacionalizmus kibontakozása, amiről már az előbb már utaltam, és a napóleoni háborúk a szerbeket sem hagyják teljesen hidegen. A nemzeti eszme újjá születik, ugye, amely különösen az ortodox görögkeleti vallásból táplálkozik, ennek a különlegességéből és az autonómiájából, amelyet a törökök is széles körön elismernek a szerbek körében, és tulajdonképpen a szerb ortodox egyház lesz majd a nemzeti törekvése kiinduló pontja. A 19. század elején fogalmazódik meg végül is a Nagy Szerbia fogalma. Ilija Garasanyin a Nagycsertánia nevű tanulmányában, ami vázlatot jelent, 1844-ben fogalmazza meg először Nagy Szerbiának a tervét. 1844-ben már van egy autonóm szerb fejedelemség, 1817-ben a török birodalmon belül ki harcoltak egy széleskörű önállóságot, ugye ez jóval kisebb, mint későbbi Szerbia, 1833-as állapotot látnak, és az az érdekességenek a 1844-es tanulmánynak, hogy azaz Adam Jerzy Czartoryski herceg koncepciójára épül az egész, amelyet egy František Zak nevű cseh diplomata visz Belgrádba. Ugye ez a lengyel herceg volt az, aki a párizsi lengyel emigráció egyik vezetőjeként sokat foglalkozott azzal, hogyan lehetne valamiféle kelet-európai államszövetséget létrehozni, amely a déli szlávokat is magába foglalná. Tehát tulajdonképpen ez a lengyel terv cseh közvetítéssel kerül Szerbiába, és ott bontakozik ki, és ott alkalmazzák ezt a tervet a szerb sajátosságokra. Ekkor fogalmazza meg azt Garasanyin, hogy ahol szerbek élnek, ott van Szerbia. Ilyen egyszerű az elképzelés, tehát bármilyen tartományról legyen szó, bármilyen szomszédos államról legyen szó, ahol szerbek élnek, szerb nyelvű emberek élnek és ortodox vallásúak, azok mindenképpen Szerbiához kell, hogy tartozzanak. Persze ugye ez sérti a nagyhatalmi érdekeket, elsősorban a török birodalomnak az érdekeit, de Ausztria, Magyarország, Habsburg birodalom esetében is ugye beszéltünk konfliktusokról, hiszen 1848 előtt tudjuk, hogy a délvidéken, a déli vármegyékben, a határos vidéken nagyon jelentős szerb kisebbség élt. Ez volt a Nagy Szerbia terv álom első megfogalmazása. Garasin egyébként később miniszter lett a szerb kormányban, a szerb fejedelemség kormányában, és széles körben terjesztette ezt a nézeteit.
Mindenképpen úgy gondolták, hogy Nagy Szerbia létrehozásához szükség van valamiféle anyaországra, egy bázisra. Úgy, mint az olaszoknak a piemonti szárd királyságra, kellett kiinduló pont, egy olyan állam, amely magához vonzza a, vagy fegyverrel hódítja meg a környező tartományokat, ahol szerbek élnek. És ugye ebből következik, hogy akár a szomszédos horvátokkal, vagy a bosnyákokkal, bolgárokkal, románokkal, magyarokkal, ez nem megy majd konfliktusok, ellentétek, összetűzések nélkül. A másik, igen, itt egy korabeli térkép 1873-ból és egy szerb propaganda anyag, itt kékkel jelölték, ez nem a vörös térkép, ez a kék térkép, ugye nekünk 1920-ban volt egy vörös térképünk, amely a magyar nemzetiségnek az elhelyezkedését ábrázolta, ez a kék térkép, a szerbek 1873-as szállásterületét ábrázolja be, mutatja be, ugye természetesen a szerb címerrel, a zászlóval, és minden kisebb-nagyobb szerb népcsoportot feltüntetnek, akár Isztambultól egészen Triestig bezárólag, vagy ugye itt van a Duna, ez meg az osztrák-magyar határól szintén szerb népcsoportokat jelöltek. A következő ideológusa Garasanyin után ez a Karadzsics, szerb nyelvtudós, aki anyanyelvi alapon próbálta bővíteni a szerbeknek a fogalmát, a szerb nemzetiség fogalmát. Ez a szerb szótár 1818-ban jelent meg. Karadzsics, ő is ennek a pán-szerb ideológiának, minden szerbet egyesíteni akaró ideológiának az előfutára, és nála figyelhető meg leginkább az a kultúr-nemzeti koncepció, ugye, amit szembe szoktunk állítani a nyugat-európai állam nemzetekkel. Ugye, hát leegyszerűsítve azt szokták mondani, hogy például Franciaországban azt tartozik a francia nemzethez, aki a francia állam polgára. Teljesen mindegy, hogy milyen nyelvet beszél, afrikai, vagy ázsiai, vagy latinamerikai származású. Ez a politikai nemzet fogalma. Kelet-Európában a kultúrnemzet fogalma másképpen alakul, akár a szerbeknél, akár a lengyeleknél. Inkább az a nézet terjedt el, hogy az tartozik a lengyel nemzethez, nemzet tagja, az a nemzethez, ugye, aki lengyelül beszél, akár az orosz birodalom, akár a Habsburg birodalom, akár pedig a porosz királyságnak az alattvalója. Ugyanígy a szerbek esetében is ez a gondolat uralkodó, hogy teljesen mindegy, hogy a szerbek Magyarországon élnek, vagy Horvátországban, vagy a török birodalomban, vagy a szerb fejedelemségben, a nyelv, ami összeköti őket. És ez a Vuk Karadzsics szerb nyelvtudós volt az, aki legjobban kidolgozta ezt a koncepciót. Volt egy bizonyos nyelvjárás, közép-szerbiai nyelvjárás, ezt tette meg a szerb irodalmi nyelv alapjának, és tulajdonképpen a szerb nyelvújításnak a végrehajtója, úgy, mint nálunk Kazinczy Ferenc. Ugye, ezt csak így mellékesen jegyzem meg, hogy a nyelvújítás Közép-Európában tulajdonképpen úgy ment végbe, hogy valamelyik nyelvjárás került uralomra a többivel szemben. Magyarországon is ez történt, mondjuk más nyelvjárásokkal szemben. Az irodalmi köznyelv, a standard, az egy az észak, nagyjából az északát Magyarországhoz köthető nyelvjárás lett. Ugyanígy a szerb irodalmi nyelv is, a közép-szerviai nyelvjárásból alakult ki, de ilyen a hasonlóképpen jött létre a német irodalmi nyelv is, és ez teljesen természetes közép-európai jelenség volt. Nos, az a probléma ezzel a nyelvi nemzet kérdésével, hogy azt mondta Karadzsics, hogy tulajdonképpen csak azok tartoznak a szerb nemzethez, akik ezt a bizonyos nyelvjárást beszélik. Ebbe belefért az is, hogy Boszniában is éltek ilyenek, akik ezt a nyelvjárást beszélték, meg éltek szomszédos tartományokban is, de jelentős szerb népcsoportok kimaradtak ebből az elképzelésből. Akik később Koszovóban, a mai Macedóniában éltek, ezek szerint az elképzelés szerint nem tartoztak szoros értelembe véve a szerb nemzet tagjai köré. Tehát ez a nyelvi megközelítés eléggé kockázatos volt, és egy kicsikét sántított is
ebben a korszakban, de minden esetre Karadzsics sokat tett a szerb nyelvújításért, sokat tett azért, hogy létrejön ez az egységes szerb nyelv, ami a szerb nemzetünknek szintén fontos része lesz. Az, hogy most milyen kapcsolata lesz majd a horvát nyelvvel, az már eléggé bonyolult kérdés, vagy más balkáni nyelvekkel, akár a bolgárral, akár a macedónnal, ez sokkal összetettebb, kimondott a nyelvtudományi kérdés. Most nem is akarok belemenni, meg nem is vagyok ennek a szakértője. Karadzsics azt mondta, hogy kb. 5 millió ember, nagyjából 5 millió ember beszél szerbül, de ők három vallási csoporthoz tartoznak. Tehát ugye ortodoxok, katolikusok, illetve muzulmánok lehetnek. Csak 3 millió nevezi magát szerbnek, a többiek, ha a vallást nézzük, akkor nem része ennek az ortodox és másfajta megközelítésű közösségnek. Hát ez a két ideológus, Garasenyin és Karadzsics voltak azok, akik megpróbálták a szerb nemzetfogalmát meghatározni, a nagy szerb ideológiát nyelvi vagy etnikai szempontból megközelíteni. Hát nem mindenkinek tetszett ez a megközelítés. Svetozar Miletic, magyarországi szerbek egyik vezetője, élesen bírálta ezt az elképzelést. Igaz, hogy szemben állt élesen a magyar budapesti kormányokkal is, és még börtönbüntetést is szenvedett el. A délvidéki szerbek politikai vezetője volt, Tisza Kálmánnal is voltak konfliktusai, és feloszlatták a magyarországi szerbeknek az egyik szervezetét is, de ő nem hitt abban, hogy a szerbeket Szerbia vezetésével kellene egyesíteni. Ő is, meg Svetozar Marković is, ő Szerbiában élt, ő volt az első szocialista politikus, sokkal inkább egy balkáni föderációban gondolkodtak. Lehet, hogy pont azért, mert az osztrák-magyar monarchia valami hasonlót valósított meg Közép-Európában. Úgy gondolták, hogy a különböző nemzetiségek egyenjogúságát jobban megvalósíthatja, jobban létrehozhatja egy monarchiához hasonló balkáni államszövetség. Ugye míg az elébb említettek Karadzsics, meg Garasenyin ugye inkább a Szerbia vezetésével történő egyesítésben hittek, és tulajdonképpen a szerb uralom folytatását képzelték el ebben a Nagy Szerbiának a létrehozásában. Ez majd később, amikor megalakul a szerb-horvát-szlovén királyság, és később Jugoszlávia, ez a kétfajta nézet, ez folyamatosan destabilizálja ezt a délszláv államot, de... És ugye tulajdonképpen ez vezet majd a Jugoszlávia felbomlása 1990-es években, hogy mennyire érvényesül a szerb uralom, a szerb hegemónia a délszláv államban, illetve mennyire ennek egyenjogúak a különböző nemzetiségek. Hát 1860-as, 70-es években már a Balkán félsziget, illetve az ottani török tartományok sorsa nyugat-európai közvélemény érdeklődésének körébe is került, különösen amikor 1875-ben törökellenes felkelés robbant ki Hercegovinában, ami átterjedt Boszniára is, aztán később ebből egy szerb-török háború lett, amelyet 1876 és 78 között, és a szerbeket a vereségtől tulajdonképpen csak az oroszok hadüzenete mentette meg, így robban ki a nagyszabású orosz-török háború, amely teljesen felforgatja a balkáni állapotokat, határokat 19. század második felében. Ez nagy lökést ad majd Szerbiának ahhoz, hogy újult erővel próbálja megvalósítani majd a Nagy-Szerbia elképzelését. Hát a korabeli karikatúrák mutatják, hogy az angol, a londoni meg a párizsi olvasók hogy képzelték el ezeket az eseményeket. Ugye itt ez a bizonyos, hát nem puskaporos hordó, hanem inkább egy nagy fazék, ugye, amely már tényleg a forrásponton van, a robbanás határán van, és négy államfő próbálja a fedelét visszaszorítani, ugye Ferenc József osztrák császár, itt ez talán a német császár, az orosz cár, ez inkább az olasz uralkodó lehet, ez pedig
Angliát jelképező személy, tehát azokat a nagyhatalmakat jelképezi, amelyek megpróbálták 19. század második felében például a berlini kongresszuson orvosolni a balkáni népeknek a problémáit. A keleti kérdés fogalma ekkor kerül be a közvéleménybe, amely tulajdonképpen egyrészt a balkáni népek függetlenségi küzdelmét, szabadságharcát jelenti a török elnyomás ellen, másrészt pedig a balkáni népek egymás elleni konfliktusait is magában foglalja. És ez 1870-es évektől egészen 1918-ig, vagy akár ugye később is meghatározza ennek a régiónak a történelmét. A másik kérdés, ugye 1878, párizsi újságban, ugye a Question d'Orient, a keleti kérdésnek a megoldása, ugye, mert hogy ez a bizonyos orosz-török háború, és az azt lezáró vagy rendező berlini kongresszus 1878-ban Ausztria számára megengedte, hogy Boszniát, Hercegovinát katonailag megszállja, míg az orosz cár pedig Bulgáriában jutott nagy befolyáshoz. Ugye, és itt a csalódott és sértődött török szultán, aki duzzogva veszi tudomásul, hogy a szomszédos nagyhatalmak ugye kiszakítják a birodalmának egy-egy részét. Igen, 1878-ban kerül Bosznia osztrák megszállás alá, Zvornikban, akkor jön létre ez a bizonyos helyőség. 1878-ban is ott voltak az egri bakák Boszniának a megszállásában. Nem volt diadalmenet, voltak súlyos összecsapások a hegyek között, a muzulmán lakosság nem akarta a török uralmat egy osztrák uralomra fölcserélni, de végül is sikerült valamilyen módon pacifikálni Boszniát és Hercegovinát. Ez nagyban köszönhető Kállai Béninek, aki mellesleg történész volt, a Balkán történelmének a kutatója, és 1882 és 1903 között osztrák-magyar pénzügyminiszterként Bosznia-Hercegovina kormányzója is volt. Nagyon sokat köszönhet nekik a bosnyákok. Nagyon érdekes, mert bosnyák nemzet addig nem létezett. Boszniában a szerbeken kívül éltek még katolikus horvátok, és élt a muzulmán népesség, amely délszláv nyelven beszélt. Tulajdonképpen azt mondják, hogy Kállai Benyámi vagy Kállai Béni volt az, aki megpróbálta megteremteni a bosnyák identitást. Egy olyan muzulmán identitást, amely egy európai muzulmán nemzetet hoz létre. Mint a később ugye a Mustafa Kemal féle török nemzetnek a létrehozása is. Nagyon érdekes kérdés, és ugye annyira sikerült integrálni a bosnyákokat az osztrák birodalomban. 1908-ban annektálja, bekebelezi az osztrák-magyar monarchia Boszniát-Hercegovinát, hogy az első világháborúban a bosnyák katonák kiválóan küzdöttek az osztrák császárért és a birodalom fennmaradásáért. És ezek az osztrák és német barát érzelmek még a második világháborúban is jellemezték a bosnyákokat, Boszniának a lakóit. Ugye hát azért érdekes, mert ez az időszak volt az, amikor a helyi muzulmán vezető réteg komoly szerephez jutott Bosznia-Hercegovina vezetésében. Ugye ahol még bégeknek hívták, ugye régi török kifejezéssel ezeket ez a helyi kerületeknek a vezetőit. Mint ugye nálunk is a török hódoltságban a szandzsákoknak vezetői voltak a bégek. Egyébként a szandzsák kifejezés ekkor teljesen általános volt. A török birodalomnak a megmaradt részein 1909-ben még volt vilájet, voltak vilájetek és voltak még szandzsákok is. Úgy, mint ugye a 16. századtól kezdve Magyarországon. Na hát a másik kép ugye a török gúnyrajz Bosznia annexiójáról szól. Ugye hát látszik, hogy képzelték el, hogy az osztrák katona csizma, ugye a sárba tiporja Boszniát, Hercegovinát, amin van valamiféle arab írás is, meg van francia írás is, hogy a civilizáció közeledik, így közeledik a civilizáció sarkantyús csizmában. Gondolhatjuk, hogy a törökök ugye nagyon sérelmezték, hogy Bosznia most már végképp és közigazgatásilag is Ausztriához fog majd kerülni. Ez Boszniának a bekebelezése, Ausztriához, az osztrák-magyar monarchiához való csatolása, a polgári közigazgatás bevezetése,
azt jelentette, hogy a szerbeknek semmi esélyük nincs már arra, hogy megszerezzék a boszniai szerbek által lakott területeket. Ez megrontotta az osztrák-magyar monarchia kapcsolatát Oroszországgal is, hiszen 1878-ban arról volt szó, hogy csak katonai megszállás lesz, és majd később fognak dönteni Bosznia-Hercegovinának a hovatartozásáról. Tulajdonképpen ez az a bizonyos Érisz almája, a Bosznia és Hercegovina, amely a közvetlen ürügyül szolgál majd az első világháború kirobbanásához. Minden esetre 1908-tól kezdve, de már 1908 előtt is, Kállai Benyámin kormányzóság idején iskolák épülnek Bosznia-Hercegovinában, vasutakat építenek, kiépül az igazságszolgáltatás, és igaz, hogy a hagyománytisztelő muzulmán lakosság nagyon idegenkedik bizonyos nyugat-európai szokásoktól, jogszokásoktól, meg mindenféle törvényektől, meg mindenféle szabályozástól. Ugye Ázsiában másképpen mennek a dolgok, és a török birodalomban is másképpen intézték a hivatalos ügyeket, de tulajdonképpen Boszniának az európaivá válása az osztrák-magyar monarchiának köszönhető, vagy legalábbis ugye ennek a folyamatnak az elindítása az osztrák-magyar monarchiának és a magyaroknak köszönhető. Egyébként nem véletlen a magyarországi történetírásban is a 19. század végén, 20. század elején megnő az érdeklődés a Balkán iránt. Nem is beszélve arról, hogy az Árpád kortól kezdve ugye a magyar uralkodók, magyar királyok érdeklődtek igen élénken a balkáni szomszédaink iránt. Ugye akár az Imre király is, aki Egerben van eltemetve, vezetett hadjáratot a Balkán félszigetre, épp a Boszniában élő eretnekek ellen, de tudunk más árpádházi uralkodókról, az Anzsukról is, ugye, akik szívén viselték azt, hogy Magyarország déli határain szövetséges vagy vazalus államok jönnek létre. Ugye ez volt a török elleni védelemnek is az érdeke, hogy Luxemburgi Zsigmondtól kezdve, Hunyadia korában is Magyarország déli határait ne csak egy kettős várrendszer vagy végvárvonal védje, hanem az Adriai tengertől egészen Bulgáriáig bezárólag magyar barát, vazallus, hűbéres államok legyenek, amelyek védelmi zónát alkotnak az Oszmán Birodalommal szemben. Tehát, és a magyar uralkodók mindig beavatkoznak ezekbe a belvisszályokba, amely Boszniában történik, vagy Szerbiában, hogy magyar barát fejedelmeket, vagy uralkodókat, nagybirtokosokat segítsenek hatalomra. Tehát ebből adódik magyaroknak a Bosznia iránti érdeklődése. És ez még az 1990-es években is felmerült, ugye amikor ugye valamilyen módon sikerült rendezni a balkáni válságot, véget értek a legsúlyosabb harcok. Többször felmerült ez magyar részről, hogy nekünk vannak tapasztalataink a Balkánnal kapcsolatban, vannak történelmi ismereteink, és nagyon szívesen rendelkezésre bocsátjuk ezt akár az Európai Uniónak, akár más nemzetközi szervezeteknek, hiszen ugye, még ha nem is frissek ezek a tapasztalatok, de tudjuk, hogy nagyon, nagyon kényes akár a boszniai helyzet, akár a balkáni helyzet, és nagyon óvatosan kell ezeknek a megoldását elkezdeni. Tehát ez a magyarországi balkánkutatások, a magyarországi történetírásban is nagyon fontos helyet foglalnak el, akár Tallóczi Lajosnak a nevét is említeném, ő is sokat foglalkozott akár Bosznia történetével, akár délszláv államok történetével, tehát nem véletlen ez, hogy megnőtt ez az érdeklődés. És még egy hozadéka van a boszniai orientációnak, az a bizonyos turánizmus, amit most mind szintén szoktak emlegetni, tehát a magyarok és a törököknek a nyelvi-szellemi rokonsága, és pont az első világháború idején alakul meg az a turáni társaság is, amely török kapcsolatokat próbál kiépíteni, illetve a muzulmán kapcsolatokat Bosznián keresztül próbálja ápolni. Ugye ennek Teleki Pál is alapító tagja már 1914 előtt. Tehát ez a magyar török barátság, vagy a magyar-muzulmán kapcsolatok kialakulása pont Boszniával kapcsolatos, vagy Boszniának köszönhető. Hát a Törökországnak viszont még maradtak ugye bizonyos területei
a Balkán-félszigeten, és amikor Szerbia a századforduló után már eléggé erősnek érezte magát, akkor szomszédével megkötötték a Balkán-szövetséget, és elhatározták, hogy megszerzik az Oszmán Birodalomnak a maradék területeit. Tehát így néztek ki a határok és az államok 1912-ben az első úgynevezett Balkán-háború idején. Tehát volt már Román Királyság, Bulgária, Szerbia, Montenegro egy kisebb állam, volt már Görög Királyság, és viszonylag nagy területei voltak még az Oszmán Birodalomnak a Balkán-félszigeten. Hát Bulgária, Szerbia, Montenegro és Görögország támadja meg Törökországot, ugye, amely már a 20. század elején késlekedik a modernizációval, a megújulással, a fejlődéssel, bár már ugye, valamiféle alkotmányos monarchia alakul ki Törökországban. De ezek a kis államok összefogva mégis legyőzik a törököket, és igen nagy területeket foglalnak el a török birodalomtól, Montenegro is, Szerbia is. Az űrzavar kihasználva létrejön az önálló Albánia. Ez megint egy külön érdekes kérdés lenne, Albánia születése, az albán nemzettudat létrehozása, az osztrákoknak milyen szerepük volt ebben, milyenek a magyar kapcsolatok, csak zárójelben megjegyzem, kint a tihaméri városrészben van egy Szkander tér, nem tudom, tudják-e. Ez lehet, hogy a Hunyadi János és a Szkander Bégnek a régi-régi kapcsolatára utal. Minden esetre Albánia létrehozásában az osztrák-magyar monarchia döntő szerepet vállalt, hiszen nem akarták, hogy a szerbek adriai tengerparton és adriai kikötőkhöz jussanak. Úgy gondolták, hogy Szerbiát el kell zárni az adriai tengertől, ez veszélyezteti az osztrákoknak az adriai tengeri uralmát is. 1912-ben, már korábban is világos volt Bécsben, osztrák-magyar monarchiában, hogy Szerbia rendkívül veszélyes monarchiára nézve, ugye az a nagy szerb eszme, amiről beszéltem, vonzza magához a Dél-Magyarországon élő szerbeket. Meg volt a kulturális kapcsolat Belgrád és akár Újvidék között is, vagy Szabadka között is, az ottani szerbek között, meg voltak az újságjaik, meg voltak a saját gazdasági szervezeteik. Éppen ezért az osztrák hadsereg, az osztrák-magyar vezérkar már le akart számolni korábban Szerbiával, az a Konrad von Hötzendorf, aki vezérkari főnök volt, már korábban javasolt egy megelőző háborút, hogy ezt a tűzfészket, ezt a bajkeverő Szerbiát valamilyen módon móreseken el tanítani, mert nagyon nagy bajt fog még okozni Ausztriának és Magyarországnak. Hát ez a nagyhatalmak ellenállása miatt ez nem valósult meg. Minden esetre az osztrák-magyar diplomácia, ahol csak tudott, megpróbálta akadályozni Szerbiának a terjeszkedését. Például ugye Albánia létrehozásával 1912-ben alakul meg az albán fejedelemség, néhány éve ünnepelte ezt az évfordulót az albán köztársaság. Na aztán igazából most egy másik tartomány lett az, amely győzteseket egymásnak ugrasztotta. Mégpedig Macedónia, vagy Makedónia. Ugye az első Balkán háború után, ami 1913 tavaszán ért véget, tulajdonképpen a bolgárok kebelezték be Macedóniának a nagy részét, és óriási vita volt már korábban, és történelmi vita arról, hogy a macedónok azok tulajdonképpen milyen nemzetiségű, vagy melyik országhoz tartoznak. Ugye ez még most is nekünk is problémát okoz, hogy makedónok nevezzük-e őket, vagy macedónok nevezzük őket. Ugye a mai macedón köztársaság is ugye tulajdonképpen félig legálisan létezik, hasonlóképpen Koszovóhoz. De mind a bolgárok, mind a görögök, mind a szerbek azt gondolták, hogy az ott élő emberek azok az ő nemzetükhöz tartoznak. Tehát Macedónia hovatartozása váltotta ki a második Balkánháborút, amikor Szerbia, Görögország, Montenegro, Bulgária és még Törökország is Bulgária ellen fordult. Románia is Bulgária ellen fordult. Bulgária magára maradt, és ugye a románok északi területeket foglalnak el, a törökök visszafoglalnak bizonyos európai területeket, a görögök is megkapnak bizonyos területeket, úgyhogy Bulgária súlyos vereséget szenvedett 1913-ban a második Balkánháború után. Ez már tulajdonképpen kijelölte a későbbi szövetségnek a határait is, mert 1913-ban már gyakorlatilag készen állt az a két nagyhatalmi szövetség, amely megvívja az első világháborút, az Antant, ugye a cári Oroszországgal, a francia köztársasággal és Nagy-Britanniával, illetve
az a hármas szövetség a német császársággal, az osztrák-magyar monarchiával és az olasz királysággal, ugye, ahol a bizonytalansági tényezőt, a rizikófaktort azt az olasz állam jelentette. Minden esetre a második balkán háború után elkezdődött a balkáni államoknak is a helyezkedése, vagy legalábbis akik még nem találták meg eddig a szövetségeseiket, akkor kezdtek orientálni bizonyos irányba. A szerbeknek akkor már 1913-ban igen erős orosz kapcsolataik voltak, Montenegróval együtt, Bulgária pedig akkor lesz osztrák-német szövetséges, mint sértett, mint vesztes fél 1913-ban. Egyébként 1912-ben az első Balkán háború idején a nyugati sajtóban nagyon sokat foglalkozik a különböző tömegmészárlásokkal. A szerb hadsereg több tízezer albánt gyilkol meg a hadműveletek során, és akkor ez nagyon megrázta a nyugati közvéleményt, úgy, mint ugye a 90-es években az, ami Horvátországban, Boszniában történt majd később. 1913-ban már létezett a Fekete Kéz nevű titkos szervezet, amelyet tulajdonképpen a szerb titkos szolgálat támogatott egy vezérkari ezredesen keresztül, Dragutin Dimitrijevicsen, aki az Apis fedőnevet viselte, és ennek a Fekete Kéznek volt a, pontosabban az ifjú Bosznia nevű szervezetnek volt a tagja, az a Gavrilo Princip, aki ezeket a végzetes lövéseket leadja majd 1914. június 28-án. 1913-14-ben már több merényletet is elkövetnek egyébként, erről kevesebbet szoktunk beszélni, mint hogyha annyira meglepő esemény lenne Ferenc Ferdinánd meggyilkolása. Ha a korabeli sajtót megnéznék, látnánk, hogy 12-ben, 13-ban már vannak robbantások, már a horvát bán ellen is követnek el merényletet, a boszniai kormányzó ellen is, magasrangú osztrák tábornok ellen is van merénylet, sikeres vagy sikertelen merénylet kísérlet. Tehát tulajdonképpen benne volt ugye ez a, úgymond a pakliban, hogy tényleg csak egy szikra kell a háború kirobbanásához, ahhoz a puskaporos hordóhoz, ugye, ami már patronásig feszült, ahhoz, hogy felrobbanjon akár egész Európa. Na és ugye ezt a szikrát, ezt Gavrilo Princip gyújtotta meg, kicsit dilettáns módon végül is, de ő maga sem tudta, hogy milyen lavinát indít el ezzel. Tehát ugye meggyilkolja Ferenc Ferdinánd trónörököst, és amikor kitör az első világháború, akkor nagyjából hasonló helyzet a Balkánon, amit itt látnak, ez megint egy karikatúra. Van egy korabeli karikatúra az európai államokról. Igen, érdekes, ugye a török birodalom, mint valami kövér, pasa vagy szultán. Aztán Montenegrót egy csótányként ábrázolják, egy vörös csótányként ábrázolják a képen. Szerbia egy kék színű disznó, ugye a sertés tenyésztéséről lett híres Közép-Európában. A sertés kereskedelem bojkottálásából még egy vámháború is kialakult az osztrák-magyar monarchia és Szerbia között az első világháború előtt. Aztán a bolgár cár egy nagy orrú katonatisztként szerepel, de itt vannak rajta a görögök is, vagy az albánok is, meg a Romániából is látszik valami. Minden esetre ezek nem igazán kedvesen néznek egymásra, az látszik, igaz? Ha meg megnézzük a másik térképet, kicsikét homályos, ugye azt látjuk, hogy Szerbia és Montenegró színe olyan, mint az orosz birodalomnak a színe. Tehát egyértelműen elkötelezett orosz szövetséges 1914 nyarán ez a két kisebb állam. Törökország egyértelműen zöld, mint Ausztria, Magyarország és Németország, tehát ugye német szövetségesnek számít. Bulgár is be fog majd zöldülni, ugye a központi hatalmak oldalára áll, 1914 végére. Görögország és Románia sokáig habozik, hogy az Antant oldalára,
álljon, vagy a német oldalra álljon, itt még azért csíkozták be. Albánia pedig megpróbálta megőrizni ugye törékeny kis függetlenségét, fiatal függetlenségét, semlegességét, nem sikerült, ugye, mert megszállták mind a központi hatalmak, mind pedig az Antant csapatém az első világháború idején. Tehát tulajdonképpen az első világháború kirobbanásakor már eldőltek ezek a kérdések, és az is, hogy Szerbia orosz segítséggel próbálja megvalósítani nagy álmát, Nagy Szerbiának a létrehozását. Ugye aztán, amikor majd Oroszország 1917-ben összeomlik, akkor ez az állam nem szűnik meg, csak átalakul, és Jugoszláviának hívják majd. Az a Jugoszlávia, amit így terveztek el, tulajdonképpen a Nagy Szerbiának a megnagyobbítása volt. Ugye, amely látszólag, ugye szerb, horvát, szlovén királyság nevet visel, de itt látszik, hogy a maximális elképzelés, akár ugye Észak-Albániát magába foglalva, bolgár területeket, román területeket, ugye itt a bánság, magyar bánság miatt súlyos viták alakultak ki, de itt Szeged, Baja, Pécs és a Dráva vidék szintén ugye ennek az álomnak a része volt, ennek a tervnek a része volt, nem is beszélve ugye Dél-Ausztriáról, ahol még Villach is, Dél-Stájrország és Dél-Karintia is ennek a Nagy Szerbiának a része kellett volna, hogy legyen. Hát ennek végülis ennél kevesebbet kellett beérniük a szerbeknek, de nyilvánvaló, hogy az 1918-ban létrejött szerb-horvát-szlovén királyság Nagy Szerbiának a folytatása volt, egészen 1990-es évekig. Ugye, az más kérdés, a kommunizmus idején nagyon ügyesen a jugoszláv szocialista pártnak a főtitkára Josip Broz Tito nagyon ügyesen egyensúlyozott és nagyon ügyesen kihasználta egymásról a különböző nemzetiségeket, nagyon sokáig fenntartotta ennek a látszatát, ennek a délszláv föderációnak a látszatát, de ugye Tito halála után nagyon rövid időn belül a szerbek kerülnek uralomra, és ugye ez vezet aztán egy nagyon véres polgárháborúhoz. Hát ez lett Vornikból. Régen ilyen volt, rányit, hogy itt volt fent az a kaszárnya, ahol az egri katonák szenvedtek 3 éven keresztül, és ugye ez határon feküdt egyébként, a Drina folyó mellett, ez a szerb oldal, az meg a boszniai-osztrák oldal volt egyébként. Így néz ki most, csodálatos a panoráma Zvornikban, meg csodálatos a kilátás. Hát sajnos nagyon szomorú esemény fűződik hozzá, 1992-ben, a szerb szabadcsapatok a néphadsereg segítségével több mint 4000 zvorniki lakos gyilkoltak meg a közeli erdőkben. Ugye ez azt bizonyítja, hogy az a bizonyos Nagy Szerbia eszme, amely az annyian olyan sokáig ragaszkodtak a szerb politikusok, nagyon sok áldozatot követett. És ugye ez mindenképpen tanulságos a különböző ideológiák követőinek, hogy milyen súlyos következményei lehetnek, politikai következményei egy-egy ilyen nemzeti eszme feltétlen elfogadásához. És végén még egy aktuális téma, ez pedig Gavrilo Princip kultusza 2014-ben Szerbiában, aki lelőtte Ferenc Ferdinándot, és egységbe fogunk állni, illetve ugye Che Guevarának az arcára kopírozzák rá Gavrilo Principnek a képét, mint egy modern szabadságharcosnak. Az most egy másik kérdés, hogy hogyan tekintenek rá déli szomszédunknál, de minden esetre ő biztos, hogy sokat tett azért, hogy az a Jugoszlávia, Nagy Szerbia létrejöjjön, amelynek a kialakulása az előbbiekben önöknek beszéltem. Köszönöm szépen a figyelmüket!